a magyar közönségben van szív, fül, lélek, nyitottság arra, hogy egy költő mellé oda kucorodjon, vagy oda üljön a Zsámolyra, és személyes közelségbe kerüljön vele. Éppen 10 évvel ezelőtt mutattam be a Vígszínház házi színpadán egy Kosztolányi Dezső verseiből, újságcikkeiből készült színházi előadásomat, ami igazán nagy szó, hogy egy ilyen jellegű vállalkozás, meg egy ilyen jellegű történet 10 éve megmaradjon egy színház repertoárján. Az aranyjal ez jelen pillanatban nincs így, tehát vagy nincs vele egy olyan fajta személyes és különleges kötődése, mint például a Kosztolányival ennek az estnek, vagy egyáltalán kialakult, viszont mint színházi ember, és talán ezt gondolom már megemlítették ezekben a beszélgetés sorozatokban, talán többen is, közben borzasztóan hálás az ember az Arany Jánosnak, és nagyon sokat kapott tőle, anélkül, hogy tudna róla, ugye az arany műfordításai vagy drámafordításai kapcsán. Azt kell mondjam kicsit, hogy az Arany János tulajdonképpen majdnem minden színészi vagy előadó művészi pálya valamelyik állomásán, de az elején szinte biztosan, hogy ott van. Tehát van benne egy indító, van benne egy útra bocsájtó, van benne egy kezdőpont, ami aztán lehet, hogy adott esetben valakinél végponttá is válik, tehát újra benne találja majd meg például azt, vagy az ő szövegében találja meg azt, amit például egy előadáshoz használni kell. A Molnár Ferenc, akit én magam nagyon sokra tartok, és sokat foglalkoztam az életművével, és sokat is adok elő tőle vagy belőle, büszkén hirdette pontosabban különféle kávéházi anekdotákban és sztorikban, hogy őt a Margit szigetes, amikor őt sétáltatta a dadája, egészen piciként, vagy gyerekkocsiban tolta, akkor a Margit szigeten megcsókolta őt az Arany János. Megsimogatta és megcsókolta őt az Arany János. Tehát tulajdonképpen a Molnár Ferenci életművet ezzel a gyermeki gesztussal tulajdonképpen hozzá köti az Arany Jánosi életműhöz, vagy annak valamiféle ihletetjeként apostrofálja ugye saját magát. Szóval sétáljunk szerintem egyszer mi is majd a Margit szigeten Arany Jánossal, és találkozzunk vele kisgyerekként vagy csecsemőként, ahogy előbukkan egy fa mögül régi ruhájában, de közben mai villamos csilingel a Margit körúton.